Szép estét kívánok mindenkinek, a nevem Budainé Orosz Réka, és a ma esti webkonferencia háziasszonyaként köszöntök mindenkit. Elsősorban a nőtársaimnak a figyelmét szeretném felhívni a ma esti webkonferencia témájára, de azt hiszem, hogy ugyanez az urakat is érdekli. A ma esti témánk a női biológiai programok idegi és hormonális szabályozása a GNM ismeretében. A ma esti webkonferenciánkon szó lesz a méről, a petefészekről, a menstruációs ciklusról, illetve a legnagyobb hangsúlyt az idegi és hormonális szabályozás fogja kitenni, és a végén, ha időnk engedi, még pár szót a meddőségről is szeretnénk beszélni. Az, hogy ezt a nagyon bonyolult és, hogy kereszt idézem, csodálatos rendszert megértsük, ahhoz szükségünk van némi germánygyógytudományos alapismeretekre. Ezzel fogunk ma kezdeni, majd később rátérünk a női biológiai programok megértésére. Kérem, fogadják nagy szeretettel dr. Budai László Károlyt, aki szabadfoglalkozású orvos, természetgyógyász és germánygyógytudományterapeuta. Köszönöm szépen a bevezetőjét Rékának, és tényleg egy nagyon komoly összefoglalóval készültem. A leggyönyörűbb szabályozás a biológiában szerintem a női nemi ciklusnak a szabályozása, és egyben hát nagyon sérülékeny is, mivel nagyon sok tényezőtől függ ez az egész. No de, nézzük, hogy mi az, hogy germán gyógytudomány, és minek köszönhetjük mindazt, hogy most már tisztán látunk az emberi biológiai működésekben. A germán gyógytudomány atya dr. Rike Gerdhammer, aki fantasztikus felfedezést tett, leírta egy tudományos táblázatban a biológiánknak a működését. Mégpedig arról van szó, hogy azt a működést, ahogyan azt az anyatermészet megalkotta. Tehát az a működés, amiben nincsen rossz indulat, nincsenek ismeretlen dolgok, mert minden nagyon, de nagyon egyszerű. Erről lesz szó a bevezetőben. A felfedezését dr. Rike Gerdhammer annak köszönhette, hogy életében azt a tragédiát kellett megélje, hogy elveszítette a fiát. A 19 éves fia egy szerencsétlen hát baleset, avagy szándékos történet kapcsán a karjai közt halt meg. Elvesztette a 19 éves fiát. Ott halt meg a karjai közt. Ez 1978-ban történt. December 7-én. Két hónap múlva Hammer doktor egy kifejlődött hereddaganatot vett észre önmagán, és elgondolkodott azon, hogy a fia elvesztése és az ő hereddaganata között kell legyen valamilyen kapcsolat. Persze ahhoz, hogy ezt tudós emberként bebizonyítsa. Ezért a klinikán elkezdett foglalkozni a petefészekrákos hereddaganatos betegekkel, és több mint 200 beteget vizsgált meg, illetve kérdezett ki újra, és rájött, hogy minden egyes hereddaganatos petefészekrákos páciense súlyos veszteségkonfliktust élt meg, mielőtt ez a daganat megjelent volna nála. Amikor Hammer doktor leírta az első biológiai természettörvényt, amit a rák vastörvényének is nevezett, ugye akkor meghatározta a DHS kritériumait, a Dirkheimer szindrómának nevezi azokat a feltételeket, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy egyáltalán létrejön egy biológiai válasz, egy úgynevezett értelmes biológiai különprogram EBK, amit itt látjuk leírva. A betegség szót idézőjelbe használja a Hammer doktor, mert rá fogunk jönni, hogy minden, amit betegségnek nevezünk, annak valójában értelme, célja van a történetünkben. Tehát mi az, ami érzelmi szinten elintint bennünk egy biológiai választ? Mindig egy nagyon súlyos, váratlanul, meglepetésszerűen megélt érzelmi megrázkódtatás. Ezt a lényeget ne felejtjük el, hogy mindig érzelmi konfliktusról van szó, amit magányosan élünk meg, és benne maradunk a konfliktusban. Ha az öt ismérve ennek a konfliktusnak teljesül,
akkor a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével fog elindítani egy szervi elváltozást. A lényeg az agy, a lélek agyszerv tengely, amely egy tudományos táblázatban, amit természetesen Hammer doktor szerkesztett meg, német precizitással, számunkra teljesen érthetővé teszi a szervi elváltozásból, rákérdezve, hogy mi volt az a bizonyos lelki megrázkódtatás, és az is meg van jelölve ebben a táblázatban, hogy hol van az az agyi központ, az a relé, ahová ez az érzelmi megrázkódtatás, lelki megrázkódtatás becsapódott. A beteg azt meg fogja találni az életében, hogy az adott lelki megrázkódtatás mikor, hol, milyen körülmények között történt meg az ő életében, mi abban tudunk neki segíteni, hogy a szervi elváltozásai alapján rákérdezzünk arra, hogy mikor élt meg egy olyan dolgot, hogy. És ez lesz az, amit ő, ha megtalál, és természetesen, ha érzelmileg oldja meg az érzelmileg elszenvedett konfliktusát, akkor ez az egész fel is oldódik. A legjobb az, ha már aznap feloldjuk a konfliktusainkat, mert akkor nem lesz egy nagyon súlyos biológiai válasz a következő napokban, hetekben, hónapokban, avagy években. Azt se felejtsük, hogy a konfliktus pillanatában rögzülnek a sínek, vagyis azok a körülmények, amelyek között mi elszenvedtük az adott konfliktust. Az érzékszerveink rögzítenek mindent, sőt, azt is rögzíti a biológiánk, hogy éppenséggel mit emésztünk. És ezért nagyon fontos például, hogy evés közben ne nézzünk televíziót, és ne foglalkozzunk bosszantó dolgok megoldásával, mert a biológiánk összekapcsolja a bosszankodást az adott étellel, és innentől jönnek az ételallergiák. Ez azt jelenti, ha nem oldottuk fel a konfliktust érzelmileg, hogy most már a konfliktus elindul érzelmi megrázkódtatás nélkül is, a sinek mindig gondoskodni fognak arról, és annyira finoman rögzíti a szervezetünk, hogy mihez kötődik egy adott konfliktus, hogy például csak egy típusú vörös borra fogunk mindig hát különböző kellemetlen emésztési panaszokat elindítani. Ez ennyire lényeges, de ez is a túlélésért van, és nem a mi szivatásunkért. Gondoljunk a vadon élő állatokra, ha valami életveszélyes helyzetet megúsztak, akkor ha bármi az adott körülményből megismétlődik, ők már menekülésre fogják a dolgot. Tehát itt biológiailag kell gondolkodni ahhoz, hogy megértsük, hogy minden miért történik. Ezt köszönhetjük Hammer doktornak, és hogyha ez a biológiai gondolkodás átmegy nem csak a köztudatba, hanem az orvosok gondolkodásába is, akkor fogunk rájönni, hogy mennyire nincsenek rosszindulatú, ismeretlen betegségek, csupán csak rossz irányból közelítettük meg a történetet. Mint mondtam, a történetet mindig a beteg fogja megtalálni, de ne feledjük, hogy az egyetlen valóság számára az ő megélése. Tehát nem az számít, hogy valójában mi történt, hogy ki mit látott, hanem az számít, hogy ő mit élt át az adott pillanatban, és ez fogja meghatározni, hogy milyen szervi választ fog ő produkálni. A második biológiai természettörvény leírja számunkra, hogy minden két szakaszban történik. Ugye van egy konfliktus aktív és egy megoldási szakasz. Itt az időtengelyt látjuk a vízszintes tengelyen, és az első függőleges vonallal való találkozásban látjuk a DHS-t beírva. Ahogy mondani szoktam, itt csapott be az istennyila, váratlan meglepetésszerűen csak történt velünk valami, ami mondjam úgy, hogy még a hangunk is elakadt, szólni nem tudtunk, magányosan éltük meg, és benne ragadtunk, nem beszéltük ki, nem oldottuk meg aznap a történetet, hanem lehet, hogy gyorsan
vagy rövid időn belül egy másik történettel kezdtünk el foglalkozni, és ez az egész megoldatlan maradt. Mondhatnám, hogy szőnyeg alá sepert problémáról van szó. A DHS elindítja a konfliktus aktív fázist, amit két kék színnel jelez Hammer doktor, és ez a konfliktus tömeg, amit ez a terület jelez kék színnel, nyilván, hogy függ attól az időtől, ameddig el nem jutunk a megoldásig, illetve az érzelmeknek az erősségétől. Amikor eljutunk a megoldásig, a KM, mint a konfliktus megoldását jelenti, ezután következik az a szakasz, amikor a biológiánk visszaállít mindent, amit a konfliktus aktív szakaszban a túlélésünk érdekében, mondjam azt, hogy áthangolt, avagy megváltoztatott. A konfliktus aktív szakaszt mindenki megélte már, nincs ember, akinek még nem volt életében egy konfliktusa sem, és ezt úgy röviden úgy szoktuk nevezni, hogy stresszes vagyok. És már ugye tudják a vállalkozók, hogy a vérnyomásuk a stressztől megy föl. De miért? Mert van egy csomó futó programjuk, félelmi programjuk, múltból és jövőből táplálkozó félelmek, amelyek a pillanatban fognak nekünk gondot okozni, mert az agyunk nem tesz különbséget valóságállam és illúzió közt, és ezért lenne lényeges megjelenni a pillanatban, ezért lenne lényeges minden nap lezárni az adott nap konfliktusait, nem múljék el nap a te haragoddal, mondta valaki 2000 évvel ezelőtt, és akkor természetesen már nem tudnánk krónikus betegségeket előállítani. Nos, a megoldás természetesen az az igazi, ha lezártuk az ügyet lelkileg, elengedtük, megbocsátottuk, felülkerekedtünk, és nem érzünk semmi kellemetlent, ha a dolgokra visszagondolunk. Ugye bármi megtörtént az életünkben, azon már nem fogunk változtatni. Az már képtelenség. De az, hogy hogyan állok én ehhez hozzá, ez csak és kizárólag rajtam múlik. Úgyhogy jó lenne felülvizsgálnunk a múlthoz kapcsolódó kellemetlen érzéseinket, és ezeket meg kellene oldani ahhoz, hogy a krónikus betegségeink megoldódjanak. Ugye, ha nem oldottuk meg érzelmileg, de egyébbel kezdtünk el foglalkozni, vagy egy újabb probléma köti le a figyelmünket, akkor arra fogunk figyelni, és átmegy megoldásba az adott program. Na most itt mindig gyulladásos tünetek jelentkeznek, ezért jelzi Hammer doktor piros színnel a konfliktus megoldása utáni szakasznak az első részét. Azért exszudatív fázis, mert folyadék áramlik be, nem csak az adott szövetbe, hanem az agyi központba is. Ne felejtjük, hogy mindvégig lélek, agy, szerv szinten történik minden. És ez a folyadék beáramlás az agyi központba lehet, hogy agytumornak fog kinézni CT vizsgálaton, vagy hát annak fogják nevezni természetesen, de fokozódó fejfájást okoz a páciensnek. Mindenki, akinek már volt gyulladásos tünete, azt tudja, hogy az adott terület az meleg, ha látható, akkor piros is, duzzadt is, fáj is, és nem is tud működni rendesen. Aztán jön az epileptoid krízis, itt látjuk középen ezt a ismét kékszínű, kihegyesedő részt, aminek a lényege, hogy a folyadék beáramlás leáll, a folyadék kipréselődik a gyógyuló szöveteinkből, szerveinkből és az agyi központból is, vagyis megszűnik a fejfájás, és rengeteg vizeletet fogunk üríteni. Nyilvánvaló, hogyha a DHS egy mozgással kapcsolatos konfliktus volt, akkor itt epilepsziás görcsohamot fogunk észlelni. De itt vannak a legzajosabb tünetek, és ezeknek a zaja, az erőssége attól függ, hogy mennyi időt ültünk a konfliktus aktív szakaszban. Mindig ettől függ, hogy az epileptoid krízis mennyire durva tüneteket jelent, mint infarktus, tüdőembólia, mélyvénás trombózis, bélgörcs, epegörcs, vesegörcs, stb. Az epileptoid krízist ismét egy meleg fázis követi. Ez az a rész, amikor hegesedik a gyógyuló szövet vagy szerv. Ez alatt is nagyon fáradékonyak leszünk, extrém fáradtságot élünk meg, ami azt jelenti, hogy semmi erőnk nincs, tényleg szüksége van a betegnek arra, hogy mellette legyen valaki, aki bíztatja, aki táplálja, aki ellátja, és tudnunk kell, hogy ezután már itt vagyunk a program végén,
itt tényleg már csak ki kell várnunk azt, hogy ez az egész megoldódjon, és gyakorlatilag akkor mondhatjuk, hogy meggyógyultunk. Ez az egész történet nagyon egyszerűnek tűnik, ugye? De mégis az a kérdés, hogy miért lesznek krónikus betegségek? Vajon? Hát ha ilyen gyönyörűen van egy konfliktus aktív, meg van egy megoldási szakasz, akkor adódik a kérdés, nem, Réka, hogy miért vannak krónikus betegségek? Hát, igen, ezt szerettem volna én is kérdezni, hogy ez akkor nem fut le. Hát itt a lefutással van a probléma mindig, és a megoldása. Azt jelenti tehát, hogy nem oldottuk meg érzelmileg, nem zártuk le. Természetesen, hogy akkor a sinek gondoskodnak arról, hogy legyen mivel foglalkozzunk, hogy ne unatkozzunk. Hogy elképzelhető, hogy meg se oldjuk a konfliktust, mert ez még nagyon sokszor előfordul, hogy nem vagyunk tisztában azzal, hogy ez most megoldódott, nem oldódott. Ez minden laikus nagyon érdekel, hogy akkor most a program melyik részében vagyok, aktív szakaszban, megoldásban, befejeztem, nem fejeztem, tudom-e, honnan tudom egyáltalán, hogy lezártam valamit. Hát ez az, hogyha nagyon egyszerű a válasz, mert hogyha elmúltak a tünetek, és soha többet nem jönnek vissza, akkor azt jelenti, hogy lezártam. De természetesen, ha tudatosan zártam le, jelen voltam, tudom, hogy miről szólt a programom, és tudom, hogy ezt érzelmileg megoldottam, akkor biztos lehetek benne, hogy a sinek már nem fogják újra meg újra indítani a programot. Hadd tegyek fel egy kötekedő kérdést, Tessék Tarasz. kötekedni. Engem bosszanthat nagyon a főnököm. Igen. Munkahelyet váltok. Igen. Akkor azt jelenti, hogy én soha többet nem betegszem meg úgy, ahogy a főnököm megbetegített? Ja, nagyon jó a kérdés, mert lehet ilyet csinálni. Ez jelenti azt, hogy lemástam egy sínről, de valójában nem tanultam meg elfogadni, nem tanultam meg nem bosszankodni, nem tanultam meg konfliktust megoldani. És De már a gyakorlatilag a főnökömmel nem találkozom, bocsáss meg, hogy beléd rendben. mondtam a szót, hát ő betegített meg, miatta vagyok beteg, Nem, nem? nagy kérdés, nagyon nagy tévedés. Nem miatta vagyok beteg, magam miatt vagyok beteg, mert én nem tudtam vele szót érteni. Mindig én betegítem meg magam, és nem a főnököm. Ez egy nagyon lényeges dolog, mert ameddig mutogatok a főnökre, hogy ő a hibás, vagy az anyós, vagy az anyám, vagy akárki más, addig még mindig bent vagyok a pokolba, és még mindig nem fogok meggyógyulni. Jó, tehát akkor nem a főnököm beteg, de a sinek. Hát de éppen itt van a lényeg, hogy nem a sineket kéne kerülgetni, mert akinek van 18-20 programja, annak már nem sinek, hanem pályaudvarok vannak a fejében. Tehát a sinekkel való foglalkozásnak abban a szempontból van értelme foglalkozni, hogy azok mindig rámutatnak a konfliktusra. Mindig arról van szó, hogy mit nem oldottam meg. Ameddig érzelmileg nem oldok meg valamit, addig marad a krónikus lefolyás. Így van ez, ha meg se oldjuk a konfliktust, mert ugye, ha egy nőgyógyászati dologra gondolok, mondjuk valakit, hát egy ocsmány becsmérlő szavakkal illettek hangosan, és hát mondjuk ezt nem tudta egyik pillanatról a másikra feldolgozni, akkor a mély nyálkahártyájának a túlszaporodását fogja okozni ez az egész történet. Itt van a meg nem oldott konfliktus. Ez igaz, hogy minden hónapban ledobódik, mert ugye ott van a menstruációs ciklus, amit a mai este kifejtünk, hogy hogyan történik hormonálisan, de nagyon nagy fájdalmakkal, gombás bontással, mondjam úgy, hogy fehér folyással, görcsökkel és erős vérzéssel fog megtörténni. Ugyanez a történet, hogyha már egy nagymamánál játszódik le, akinek mondjuk egy unoka elvesztése volt, vagy egy szeretett élőlény, kedvenc kutyájának az elvesztése volt a program, akkor viszont ez a nyálkártya ugye már nem tud ledobódni, ott marad a mély üregbe, és tévesen mély testdaganatnak fogják nevezni. Tehát a mély testet a mély izomzat alkotja a könyörgök, és a mély nyálkahártya túlszaporodás az egy másik történet. De már előre szaladtam, nézzük meg egyszer elméletileg, miről van szó. A krónikus betegségek másik formája a policiklikus lefolyás.
Vagyis ez az, amikor azt mondjuk, hogy recidívák vannak. Ugye látható, hogy itt van a Palmer iránytű, a megoldás az nem volt tökéletes, a sínek maradtak, és valahányszor sínre kerülök, újra futtatom az egész programot. Újra futtatom az egész programot. Ezek mondjuk a menstruációs ciklus szabályosságába hát nagy szabálytalanságokat tudnak beilleszteni. És aztán itt van a harmadik gyönyörűség, a függő gyógyulás. Azért függő, mert fel van függesztve a gyógyulás, amit látjuk. Ezek a kék szakaszok itt nem epileptoid krízisek, hanem újabb, meg újabb konfliktus aktív fázisok. Vagyis el se jutottunk az epileptoid krízisig. A mondjuk naponkénti sínre kerülés fenntart egy folyamatos gyulladást. És ez lesz az állandó gyulladásos tünetnek a grafikonja. Innentől kezdve már bizonyos klinikai formák szakemberek számára teljesen érthetővé válnak, hogy az egyik páciensnek miért van állandó gyulladása, a másiknak meg csak néha. A harmadik biológiai természettörvényben Hammer doktor rávilágít arra, hogy minden, de minden a megtermékenyítés után néhány napban dől el. Az embriológiából mindannyian vizsgáztunk, és fejlődés történetről, és gyakorlatilag ebből a tantárgyból mindenki megtudhatja, hogy melyik szerve hányadik napon fejlődik, külön a szív fejlődésnek a történetét végig lehet olvasni, hát akit ez nagyon érdekel, de itt csak a lényegre szeretnék rá mutatni, és a lényeg a következő. Sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, ugye? Ebből áll egy élő emberi szervezet, mikor már nem működik, azt úgy hívják, hogy holttest. A sejteket vagy szaporítjuk, vagy sorvasztjuk, vagy a működésüket módosítjuk mindig a túlélés érdekében. És itt a Hammeri grafikon, Hammeri iránytű fölött láthatjuk, hogy a konfliktus aktív szakaszban, ha szaporítom a sejteket, akkor az azt jelenti, hogy a megoldási szakaszban ezt nekem majd le kell bontanom. Így van. És hogyha a konfliktus aktív szakaszban bontottam a sejtjeimet, akkor azt a megoldási szakaszban vissza kell építenem. Ez teljesen logikus. Ha pedig működést módosítottam a konfliktus aktív szakaszban, akkor azt a megoldásban vissza fogom építeni. Részletek az öt biológiai természettörvényről szóló előadásban. És ez az a rajz, amit teljesen egyértelművé és érthetővé teszi, hogy miért úgy működik a szervezetünk, ahogy működik. És ugyanakkor felhívja arra is a figyelmet, hogy a három csíralemez tekintetében, ennek figyelembevételével kell a biológiai programokat nézni, és nem szervek szerinti összefoglalásban. Lényeg az lenne, hogy megértsük, hogy mint ahogy az elvetett magból kinő a növény, és azután a magot már nem találjuk, ugyanúgy minden szervünk, minden szövetünk a három csíralemezből alakul ki. Látjuk a sárga, a narancs és a piros színekkel jelölve a belső, a középső és a külső csíralemezt. Vagy ahogyan hivatalosan hívják, endoderma vagy entoderma, mezoderma és ektoderma. Ugyanakkor látjuk az idegi központokat is, amelyek az adott csíralemezből származó sejtjeinket, szerveinket, szöveteinket irányítani fogják. Itt van az agytörzs, és láthatjuk, hogy ő a falat konfliktusokkal van elfoglalva. Ezt irányítja, ezt szabályozza, ezt kell megoldja. A táplálékfalaton kívül, amit itt ábrázol Hammer doktor, a szervezetünk számára falat még a levegő is, meg a víz is, hiszen a túléléshez vízre, levegőre és táplálékra van szükségünk, plusz még a fény és a hangfalat szabályozását is az agytörzs vezérli. Mindig először konfliktus aktív szakaszban építjük a sejteket, megoldásban lebontjuk gyulladásos folyamatok kíséretében. A narancssárga színnel jelzett mezoderma, középső csíralemez két részből áll, van egy ősi és egy új mezoderma. Az ősi mezodermát a kisagy vezérli. A kisagy
nem csak a finom mozgásokat, hanem a támadási konfliktusokat, a bemocskoltsággal járó konfliktusokat is megoldja, mégpedig az irha és a burkok segítségével. A burkok a hashártya, a mellhártya, a szívburok. Az irha pedig az a rétege a bőrnek, ami középen van. Ugye kívül van a mindenki szemével látható felhám réteg, alatta van az irha, és az irha alatt van a zsír kötőszövet, ami gyakorlatilag a harmadik réteg. Nos, az irha felszaporodását minden támadás, bemocskoltsági konfliktus elindítja, ide tartoznak még az irhának a függelékei, járulékai, mondjam így, a verejtékmirigy és fagyúmirigy is, és ezek is felszaporodnak, gondoljunk csak egy fagyumirigyekkel alaposan díszített arcbőrre, ugye? És ezeknek a megoldási szakaszában természetesen gomba baktériumok fognak segíteni. Az irhához tartozik embriológiailag az emlőmirigy is. Ez egy módosult verejtékmirigy, de hál' Istennek anyatejet ad, és nem verejtéket, ugye? És ehhez kötődő érzelmi konfliktus az a gondozás, a gondoskodás, az aggódás. Amikor valaki túlzásba viszi az aggódást egy szeretett élőlényért, akkor természetesen az emlőmirigyében fogja a tejtermelő sejtjeit túlszaporítani. És ettől a szintől már szóba jön a kezesség, jobbkezes, balkezesre osztható minden ember, és a jobbkezesnek a bal oldalán van az anyjával és gyermekével kapcsolatos konfliktusának a lecsapódása, megjelenése, és jobbkezesnek jobb oldalt van a partner oldal, mindenki partner, aki nem az anyám és nem a gyermekem. A balkezesnél mindez fordítva van, tehát balkezesnek bal oldalt van a partner oldala, és jobb oldalt az anya gyerekkel kapcsolatos konfliktusainak a megjelenése. A új mezoderma sejtjeit a fehér állománynak nevezett idegi központ irányítja. Ez a narancssárga színnel jelzett és kifliszerűen ábrázolt nagyagyhoz tartozó rész gyakorlatilag olyan központokat, idegi központokat tartalmaz, amelyek a mozgással kapcsolatos szöveteinket irányítják. Ide tartozik a csont, ízület, izom, izmokat ellátó erek, osztógyűjtő, nyirokér, és a zsírszövet, amiben a plusz energiát tároljuk a mozdulat véghezviteléhez. Ezekről a dolgokról a múlt hetekben beszéltem, és remélem, hogy a most már elérhető webkonferencia anyagot mindenki örömmel fogja hallgatni. A lényeg az lenne, hogy megértsük, hogy itt a konfliktus tartalom az az önleértékelés. És ha azt mondom, hogy önleértékelés, az azt jelenti, hogy a konfliktus aktív szakaszban önpusztítást csinálok, vagyis bontom a sejtjeimet, fent említett szöveteket, és a megoldási szakaszba fogom visszaépíteni, aminek az értelme, hogy erősebb, jobb lesz, mint az, amit lebontottam. A pirossal jelzett ektodermális sejtjeim az agykéreg irányítása alatt állnak. Az agykéreg természetesen a legkomplexebb feladatokat látja el. Ide tartozik az elválasztási konfliktus, tehát a bőrünk érzékenysége, itt ezt mutatja ez a piros színnel jelzett baba, minden olyan konfliktus, ami elválasztódáshoz vezet, elválasztási konfliktust fog okozni. Tehát ennek két vége van, nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elválasztódni valakitől. Itt is először konfliktus aktív szakaszban bontom a sejteket, megoldásba visszaépítem. A másik lényeges dolog, hogy az agykéregben vannak az izmokat mozgató központok, az akaratlagos mozgást
irányító központok, hiszen az izmok mozdulatát innen az agykéregből indítom, a narancssárga központokból viszont táplálom az izmokat ahhoz, hogy egyáltalán működni tudjanak. Tehát kettős beidegzése van az izmoknak. Szintén az agykéreghez tartoznak a birtok konfliktusok, ezekről is lesz szó a mai nap kapcsán, illetve az összes érzékszervből ide érkeznek a megfelelő idegingerületek. Minden érzékszervünk egy fordító, egy frekvencia fordító, traduktor, egy adott frekvencia sávot lefordít bioárammá, hogy így mondjam, és ez az idegingerület az agyban fog érzetet létrehozni. Ugye mindenki tudja, hogy itt hátul a látóközpontunkban látunk, és nem a szemünkkel látunk. Tehát ez a kép, ez a csiralemezekre vonatkozó összefoglaló kép nagyon szemléletesen mutatja be, hogy a három csiralemezből milyen szerveink, szöveteink lesznek. És az adott sejtek egy életen át fönntartják ezt a működésüket, az agyirányításukat, tehát olyan, hogy a prostatasejt elvándorol és csontsejtekben valamit fog csinálni, pont a fordítottját annak, mint ahogy ő be van kódolva genetikailag, ez, hát finoman fogalmazzak, egy feltételezés, ez csak egy hipotézis. Ez sehol még senkiben nem bizonyította. Tehát a prostatasejt nem fog csontsejté változni, vagy fordítva. Csak hogy a metasztázisok kérdését is tisztázott. A negyedik biológiai természettörvény arról szól, hogy a bennünk lakó mikrobák, mikroorganizmusok, vagyis gombák, baktériumok és vírusok, azok a mi legjobb sebészeink, a legjobb barátaink. Hiszen a gombák és mikrobaktériumok bontják le a felesleges sejtet, hogyha le kell bontani, és a baktériumok és a vírusok fognak segíteni abban, hogy visszaépítsük mindazt, amit lebontottunk. Itt említeném meg a humán papilloma vírust, ugye, ami a mészájnyálkahártya visszaépítésében vesz részt, természetes, hogy ki lehet ott mutatni, és ez ennek a kiirtása nem a gyógyulásunkat fogja okozni. A humán papilloma vírus elleni oltással nem fogjuk megoldani azt a konfliktust, ami a mészáj sebb kialakulásához vezet. De erről majd még a következőkben beszélek. Az ötödik biológiai természettörvény pedig arról szól, hogy a bennünk zajló összes biológiai program a gyakorlatilag a túlélésről és a faj fenntartásáról szól. Ezt kellene megértenünk, hogy nincsenek értelmetlen dolgok a biológiánkban. A fejlődés történettel teljesen értelmezhető minden. Tehát amikor az alapokat letettük, és amikor értjük, hogy mi történik bennünk, akkor innentől kezdve minden a helyére kerül. És ezek az úgynevezett betegségek, ezek olyan dolgok, amelyeknek értelme van, hiszen nem az Istennek a csapása ez ránk nézve, hanem a tudatlanságunk miatt maradunk benne, nem oldjuk föl, és leszünk krónikus betegek. De a germán gyógytudomány ismeretével be tudjuk azonosítani a konfliktusainkat, és meg tudjuk őket oldani, mert emberek vagyunk. Az állatok nem fogják feloldani a félelmeiket. Az állatok mindig kerülni fogják azokat a helyeket, ahol úgymond megütötték a bokájukat, életveszélyes helyzetbe kerültek. De az ember képes arra, hogy tudatosan és érzelmileg megoldjon olyan dolgokat, amelyeknek már itt és most semmi értelme nincs. Ugye mindig elmondom, hogy a bosszankodás és az aggódás semmit nem old meg az életünkben. De ha bosszankodunk és aggódunk, akkor hát ennek a következményeit mindannyian érezni fogjuk. A germán gyógytudomány alapa megértéshez. Rámutat arra, hogy a betegségek nem függnek azoktól a tényezőktől, amelyeket az akadémikus orvoslás folyamatosan kutat. Nem a fizikai aktivitástól
vagy az etnikai hovatartozástól, családállapottól, testtől, meg indextől függ, hogy valakinek lesz, vagy nem lesz tüdőrákja. Csak attól függ, hogy megélt, vagy nem élt meg egy halálfélelmi konfliktust. A betegségek tehát attól függnek, hogy megoldom, vagy nem oldom fel érzelmileg ezeket a konfliktusaimat, és a lefutása az egyes programoknak pedig attól függ, hogy mikor és hogyan kerülök sínre. A konfliktusokat persze tudjuk mi halmozni, és ennek az lesz a következménye, hogy befolyásolja a személyiségünket, a viselkedésünket, sőt a hangulati változásainkat is. És itt tudjuk megérteni azt, hogy ki miért viselkedik úgy, ahogy, és ebben fogjuk megtalálni a megoldást is ahhoz, hogy ezen változtassunk, vagy az illető változtasson, ha egyáltalán lehetséges egy-egy adott konfliktuson változtatni, mert hát ne feledjük, minden konfliktust nem lehet és nem szabad feloldani. Tehát Vagyis nem minden konfliktust kell megoldanunk? nem, igen, így van, mert vannak olyan konfliktusok, amelyek mondjam úgy, hogy kifutnak az időből, ha feloldom őket, akkor az nagyon, nagyon komoly következményekkel jár. Hadd kérdezzek valamit. Ez azt jelenti, hogy amúgy természeténél fogva minden konfliktus feloldható lenne, csak az nem mindegy, hogy én mikor fogok hozzá. Ez így, ez egy tökéletes megfogalmazás, mert ha úgy élnénk, hogy nem újjék el nap a te haragoddal, vagy mondjam azt, hogy több mint 3 napot nem ülnénk benne valamilyen konfliktusban, akkor természetesen ez nem lenne probléma. A germán gyógytudomány tényleg tudomány, mert hát reprodukálható. Amint mondtam, a halálfélelmi konfliktus mindenkinél tüdőszövet szaporulatot fog okozni. És a tüdőrákban meghaltak kétharmada soha nem dohányzott. Ez nem azt jelenti, hogy a dohányzás egy egészséges dolog lenne. Csupán meg kéne értenünk azt, hogy melyek a mérgezések, és melyek a lelki okok. Mert természetesen a mérgezések, a balesetek, a hiánytáplálkozás, az nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe. Az alatt, hogy elprodukálható, azt kell értenem, hogy ugyanaz az érzelmi megrázkódtatás, ugyanaz a DHS Igen, kategória, tehát igen, típus, igen. a világ minden pontján, az eszkimótól az afrikai négeremberig ugyanúgy betegíti meg, Ugyanúgy, igen, ugyanaz a természetes. megélés ugyanazt okozza Ugyanaz mindenkinél. fogja okozni mindenkinél. Ugye ne feledjük, hogy az akadémikus orvoslásnál különbséget kell tenni az afroamerikaiak és az európaiak között, mert ugye másképpen reagálnak bizonyos vegyszerekre. És természetesen, hogy a neveltetés, a kultúra, a vallás meg fogja határozni, hogy én egy adott konfliktusra hogyan fogok reagálni. Ezért mondom mindig, hogy nem az számít, hogy mi történt, hanem az egyetlen valóság az én megélésem. És ezre viszont hajszálpontos választ ad a biológiánk, és erre meg lesz egy szervi válasz, tehát a szervi válaszból én rá tudok kérdezni az érzelmi megrázkódtatásra. Egyszerűen egy fantasztikus nyomozásról szól a konfliktusok kiderítése. Tehát itt nem kell statisztikákat csinálni, mert én úgy gondolom, hogy én magam számára 100% vagyok. Engem az nem fog boldogítani, hogy az esetek 20%-a meggyógyul, és 80%-a nem. Nem, mert én úgy gondolom, minden ember úgy gondolja, hogy 100%-ban szeretne meggyógyulni. Nem kell állatkísérleteket se végezni, hiszen az állatoknak a konfliktusait nem hozhatom át én rám. Sőt, az egyes állatok nem ugyanazt a konfliktust élik meg. Tehát cigarettafüstre egy háziegér halálfélelmi konfliktust fog beindítani, mert számára a füst azt jelenti, hogy menekülni kell, mert ég a ház. Egy mezei pocoknak az orrába fújhatom a füstöt, nem lesz semmi tüdőrákja, mert számára a füst nem jelent ilyen konfliktust. Tehát ezért nem lehet átvinni ilyen eredményeket a kísérleti állatokon tapasztalt eredmények alapján. Most egyszerű, logikus, és én úgy gondolom, hogy mindenki által megérthető. Valójában azt kellene megtanulnunk, hogy hogyan éljünk
úgy, hogy a konfliktusainkat naponta meg tudjuk oldani. Mert konfliktusok nélkül nincs élet, az úgy túlságosan unalmas lenne, én úgy gondolom. De az viszont egy nagyon lényeges dolog, hogy tudjuk a konfliktusainkat érzelmileg lezárni, és akkor meg sem betegedhetnénk. Tehát ha ezt nem teszem meg, akkor szenvedhetek tovább tudományosan. És úgy járunk, mint az a hölgy, aki ott volt a tanfolyamon, és még a tanfolyam után is nagybetűkkel megírta, hogy gyűlölöm az anyámat, természetesen már frekvenciát váltott. A belső elválasztású mirigyeket endokrin mirigyeknek is szoktuk nevezni, tehát azok a mirigyek, amelyekből a hormon, a termelt hormonok a véráram segítségével jutnak el az adott célszervhez. A külső elválasztású mirigyeknek mindig van egy kivezető csöve, amelyen a sejtek által termelt hormon a mirigyen kívüli területre jut. Azért mondom így, hogy mirigyen kívüli területre, mert például ugye múlt héten beszéltem a hasnyálmirigyről, annak van egy endokrin és van egy exokrin része is. A külső elválasztású része azt jelenti, hogy emésztő enzimeket ad az emésztéshez, a belső elválasztású része meg azt jelenti, hogy részt vesz a cukorháztartásba, inzulin és glukagon által. Nos, tehát az endokrin mirigyekről lesz itt szó. Az endokrin rendszernek a működését viszont az idegrendszer fogja irányítani, tehát ő se saját magától tesz, amit akar, hanem mindig az idegrendszer irányítja, és nyilván az idegrendszer irányítása meg attól függ, hogy én mit éltem meg, mert ugye nem győzöm hangsúlyozni, hogy az én megélésem az egyetlen valóság. Na most a termelt hormonok persze célszerveken fejtik ki a hatásukat. Mondjam úgy, a karmesternek nevezett idegi rész, ez a csöp, babszem alakú, kicsike idegi képlet, ide képzelhetjük, ahol most mutatom a nyíllal körbe, egy csontos nyerget, ugye törött nyeregnek nevezzük, a koponya alapon van, és ez az, ami a hipofizist vagy agyalapi mirigyet magában tartja. Most ez a hipofizis egy nagyon érdekes rész, itt most már csak azt látjuk, van neki egy előső lebenye az adenohipofizis, és van neki egy hátulsó lebenye a neurohipofizis. Nos, ezen a rajzon pontosan láthatjuk, hogy az ide érkező hormonok milyen hatást fognak kifejteni. Igen, ide érkező hormonokról van szó, vagy előhormonokról. Vannak, amelyek direkt fognak hatni szervekre, ilyen például a növekedést serkentő hormon, vagy éppen a szoptatást ható hormon. De vannak olyan hormonok, amelyek előhormonok. Direkt magyarul fogalmazok, tehát ezek az előhormonok lesznek azok, amelyek majd hatnak azokra a mirigyekre, például petefészek herére, amelyek szintén hormonokat fognak termelni, ugye? Vagy a pajzsmirigy előadásból is tudjuk, hogy a TSH ugye az, ami hajt a pajzsmirigyre, ami majd termeli a tiroxint. És ugyanígy van egy másik, ami a mellékvesekéregre hat. A következő rajz már, mondjam úgy, hogy didaktikusabb ebből a szempontból, és láthatjuk az itt tárolt hormonoknak az elnevezését, ugye, mint mondtam, a TSH az a pajzsmirigyre fog hatni, az adenokortikotróp hormon az a mellékvesekéregre, az LH, az FSH és a prolaktin, valamint az oxitocin, ez mind a női működésre fog hatni. Lássuk tehát akkor, hogy ezek a hormonok mit csinálnak. Ugye van a luteinizáló hormon, a sárga test kialakulásához vezető hormon, ez a hipofizis előső lebenyében jön létre. Van a follikulus stimuláló hormon, az FSH, ez is az előső lebenyben termelődik. Aztán itt van a prolaktin, ami benne van a laktin, ugye, tejet jelent, a prolaktin, a tejtermelésnek a fenntartásában és fokozásában vesz részt.
És ne feledjük, hogy az oxitocin nem csak a nőkben, a férfiakban is termelődik. A nőknél a méhizomzat összehúzódását fogja okozni, és ugyanakkor az orgazmus hormonja is. A boldogság hormonnak is nevezik tankönyvek, és hát az lenne a jó, ha ennek az állapotát azért úgy rendszeresen az emberek megélnék. Az ösztrogén az már az a hormon, ami a petefészekben termelődik, a progeszteronnal együtt. Az ösztrogén a tüszőt érleli, amiben ugye benne kell legyen a petesejt, progeszteron pedig az anyaság hormonja. Nos, ugye rögtön látszik, hogy ez nem is annyira egyszerű, amikor már hat hormonról beszélek. De egy grafikon segít megértenünk, és folyamatában látni azt, hogy mi hogyan működik. Én szerintem a legszebb szabályozási rendszer a biológiában a női nemi ciklusnak a szabályozása. Egyszerűen lenyűgöző, hogy ezt a teremtő létrehozta. Amint látjuk, tehát három részre osztható a női nemi ciklus, van egy úgynevezett follikuláris, vagyis tüsző érlelő szak, itten egészen idáig van szó, aztán itt van az a pillanat, amikor megtörténik a tüsző repedés, és, vagy ovuláció, és utána jön a sárga testfázis, itt van a corpus luteum, az sárga testet jelent. Elmondanám, hogy a nőknek kevesebb, mint felében tapasztalható az, hogy 28 napos lenne egy ciklus. Ez tablettákkal beállítható 28 napra, de valójában minden hölgynek van egy saját ritmusa abban a tekintetben, hogy hány naposak lesznek az ő ciklusai. Na most a tüsző érlelési szakaszban, a follikuláris szakaszban, amint látjuk, a tüsző érik, és egyre nagyobb lesz, ugye az idő teltével. És aztán, amikor megreped a tüsző a második szakaszban, amint látjuk, a kék színnel jelzett luteinizáló hormon, az LH-nak a szintje az, ami felugrik. Ugye nem felejtjük, hogy ezt a hormont az agyalapi mirigy termeli. Ez lesz az, ami beindítja a tüszőnek a repedését, és gyakorlatilag ez a feladata összesen utána a hormon szint, amit látjuk, egészen mélyre süllyed. A tüsző érlelés alatt ugye láthatjuk, hogy a follikulus stimuláló, az FSH hormon szintje végig magasabb, mint a luteinizáló hormon szintje, és a luteinizáló abban játszik szerepet, hogy a megérett tüsző megnyíljon és kidobódjon belőle a petesejt. Ez az ovuláció, tüszőrepedés. Ez alatt az idő alatt a petefészek hormonjaiból nyilvánvaló, hogy az ösztrogén lesz az, ami hát magasabb szinten lesz, mint a progeszteron. És ennek pontosan az a lényege, hogy az ösztrogén a nőies viselkedésbe belejátszik, és ugyancsak a tüszőérlelésben részt vesz. Majd amikor megtörtént ezen a napon a tüszőrepedés, látjuk, hogy meredeken zuhan, viszont a progeszteron szint lesz az, ami uralkodik, mert ez az anyaság hormonja. És közben látható a méh nyálkahártya érlelésének az üteme, és azt tudjuk, hogy ha most 28 napos ciklusról beszélünk, és itt a 14. nap megtörtént a tüszőrepedés, akkor az ondósejtek ugye még bejutnak a mélyüregbe, petevezetékbe, megtörténik a megtermékenyítés, a megtermékenyített petesejt, bejut a mély nyálkahártyához, és valahol itt a 8. napon, az pontosan itt lenne, ugye ha ez 14 nap, a 8. nap itt lenne, akkor kellene ő beágyazódjon a
vérbő, vastag nyálkahártyára. Ez teljesen elő van készítve ahhoz, hogy megtörténjen a beágyazódás, és ez alatt az idő alatt, amit látjuk, a progeszteron hormon szintje van a magasabb szinten. Nos, ha megtörténik a beágyazódás, akkor ez az embrió már magából jelet ad az anyai szervezetnek, hogy halló, itt vagyok, és ez a HCG, humán koriogonadrotropin hormon az, aminek a jelenléte mindvégig föntartja a sárga test jelenlétét, és ez a sárga test tovább fogja termelni a progeszteront. Akkor innentől érthető, hogy miért nevezzük az anyaság hormonjának a progeszteront. Ha viszont történik valami ezzel a magzattal, és teszem azt, elhal, akkor megszűnik ennek a HCG-nek a kijutása, a sárga test fehér testé alakul, a progeszteron szint lezuhan, és méhnyálkahártya ledobódik. És ez lesz a vetélés, a spontán vetélés. Amit még itt el akartam mondani, hogy a női nemi ciklusnak a második szakasza mindig 14 nap. Tehát az ovulációtól egészen a menstruációig eltelő időszak az mindig 14 nap. Nem is lehet másképpen, hiszen ez alatt az idő alatt kell megtörténjen a beágyazódás. Az vannak hölgyek, akik érzik, hogy mikor van ovulációjuk, illetve hogyha hőmérőt használnak, akkor láthatják a hőmérsékletnek az emelkedését, ami mutatja az ovulációt végig. Én remélem, hogy ebből a grafikonból mindenki számára érthetővé vált, hogy ezek a hormonok hogyan befolyásolják a női nemi ciklusnak az alakulását. A továbbiakban Hammer doktornak a méhről alkotott rajzát szeretném ismét bemutatni, és csak felhívnám a figyelmet arra, hogy ez a satírozott rész, a méh izomzat, egy olyan sima izom, ami konfliktus aktív fázisban fölszaporodik, viszont nem bontódik le a fölszaporodott sima izom a megoldásban. Ugye ezek lesznek a méh miómák. A miómát mindig jóindulatú daganatnak nevezi az akadémikus orvoslás, és ez soha nem tud elrákosodni. Ez mindig csak akkor alakul ki, ha valaki nagyon szeretne, vagy nagyon nem szeretne gyereket. Ugye, akik mesterséges megtermékenyítés útját járják évek óta, azoknál a hölgyeknél a mióma megjelenése szinte törvényszerű. De a nagymamáknál is megjelenik a mióma, mert ők viszont nagyon szeretnének már egy unokát. És ez is mióma, tehát sima izomzat túlszaporodásához fog vezetni. A méhnyaknak a felépítésében haráncsikolt izom rostok vesznek részt, és ezt az önleértékelés lesz, ami lebontja, önleértékelés megoldásával viszont visszaerősödik a haráncsikolt izomzat. A méhnyaknak ugye az a feladata, hogy akkora erővel tartsa zárva a méh kijáratát, hogy az a gyerek képes legyen kifejlődni magzatvízzel, méhlepénnyel együtt. Tehát itt egy nagyon fontos szorító szerepe van, és nem véletlen, hogy a tágulás a szülés ideje alatt szépen lassan fog csak elernyedni. Most a lényege ennek a méhnyaknak már a hölgyek szempontjából abban van, hogyha valaki azt éli meg, hogy én képtelen vagyok arra, hogy egy gyereket megszüljek, akkor ez a méhnyak haráncsikolt izomzatát fogja elsorvasztani, és természetesen, hogy 900 grammosan az a gyermek ki fog onnan pottyanni. Viszont, hogyha megoldotta ezt a konfliktusát, és rájön arra, hogy mondjuk az első szülés után, hogy pontosan olyan tökéletes nő, mint bárki más a világon, akkor ez vissza fog erősödni,
és a második várandóságát, hogy mondjam, teljesen normálisan fogja tudni kihordani. A méhnyak részét ugye látjuk pirossal, nyálkahártya borítja, és ez a nyálkahártya folytatódik majd a hüvelynek a falán is. Ez ektodermális, ez is konfliktus aktív szakaszban sorvad, aztán visszaépül. Mindig az a konfliktus, ami röviden, tömören fogalmazva féltékenységről szól. Amikor szexuális konfliktusról van szó, de olyan értelemben, hogy megcsalt a férjem. Vagy attól tartok, nem csalt meg, csak attól tartok, hogy megcsal a férjem. Na, ilyen történetek is voltak, hogy semmi nem történt, de a nőben a félelem mindvégig ott volt, és ebből csinált először mély száj sebet, aztán nagyon súlyos krátert, amit már méhnyak ráknak neveztek. Hál' Istennek tökéletesen meggyógyult a konfliktus megoldásával. Biológiai szinten minden idegi központ ugye nem csak a túléléssel, hanem a faj fenntartásával is foglalkozik, és az agytörzs és szerv összefüggéseit mutató Hammeri grafikonon itt a 23-24-es látható szép nagy idegi központ az, ami gondoskodik arról, hogy a méhtest türekben a nyálkahártya megfelelően kialakuljon, de ne feledjük, hogy ez a nyálkahártya lesz a pete vezetékekben is. Na most az a konfliktus, amit Hammer doktor úgy ír le, hogy ocsmány, féligenitális, de nemiszelfhez köthető konfliktus, többnyire férfivel kapcsolatban, na ez lesz az, ami elindítja a konfliktus aktív szakaszban a méhnyálkahártyának a túlszaporodását, illetve, amint azt a bevezetőben is mondtam, nagymamának a veszteség konfliktusa is be tudja indítani ennek a nyálkahártyának a túlszaporodását. De mi ez az ocsmány féligenitális nemi szervhez kötődő? Nagyon szépen megfogalmazta Hammer doktor ezt a történetet, de olyan dolgokról, olyan megjegyzésekről van szó, amikor, mint mondtam, valakinek egy nagyon durva nőiségét sértő jelzőt közölnek hangosan, esetleg mások füle hallatára is, és ebben ő megszégyenül. Nagyon sok ilyen szexista viccet ismerünk, ahol a nők hátrányára, a nők róvására elhangzó poént fitoktatnak társaságban. Zömében ezt urak szokták mondani, de ismerek olyan nagyon férfias nőt is, aki egyszerűen olyan jelzőket használ a kolléganőire, amik a legutolsó utcasarki stílusnál is sokkal durvábbak és sokkal sértőbbek. Általában azok a nagyszájú, hangoskodó, férfiasan viselkedő és férfias temperamentumot, személyiségjegyet mutató hölgyek illetik a nőtársaikat ilyen jelzővel, akiknek rengeteg konfliktusuk van már amúgy is, és a viselkedésük sem teljesen nőies. Nagyon sok ilyen veszekedés és civakodás, hölgyek közötti civakodás is ilyen szintre tud süllyedni. Gondolunk itt az egymás erkölcsiségét megkérdőjelező szavakban, és most nagyon finom voltam, igen, arra a Q-betűs szóra gondolok, hölgyeim, azért vannak azok az elvetemült vitatkozások, amikor egymás édesanyjának lelkiállapotáról érdeklődünk, illetve egymás erkölcsi magaslataiban kételkedünk. Nem csak hölgy-hölgynek tudja ezt mondani, hanem persze nagyon szórakozik ezen a kifejezésen. Azt hiszem, hogy mindenki érti, mire gondolok, ezt nem kell ezt tovább magyarázni. Igen, de az is egy probléma, amikor valaki, meg senki nem mondta ezt. Igen, itt akartam egy csapdát feltárni, hogy nagyon sokszor másképp gondolunk
önmagunkra, mint ahogy reális lenne. És most szeretnék, mint nők, a nőkkel beszélgetni önökkel, hiszen, drága hölgytársaim, hányszor éreztük egy-egy olyan élethelyzetben magunkat, hogy megaláztuk magunkat, a nőségünkben lettünk megalázva. Gondolok itt egy olyan párkapcsolatba, amiben azt élem meg, hogy kihasználnak, hogy valójában érzelmileg és lelkileg beleteszem magam valamibe, és ezért még tiszteletet sem kapok. Ezek azok a helyzetek, amikor úgy érezzük magunkat, hogy egy kicsit lealacsonyodtunk egy szintre, hogy lejjebb adtuk a mércét, hogy azok a szeretetteljes viselkedési formáink, amiket mi még felkínáltunk, azok nem lettek viszonozva. Rengetegszer érezzük magunkat kihasználva és megalázva a nőségünkben. Nagyon sokszor használjuk azt a szót és azt a kifejezést, hogy érzelmileg kifosztva maradunk ott egy kapcsolatban. Rengeteg olyan helyzetet tudnék felsorolni, amiben egy nő úgy érzi, hogy kiürült, hogy kifosztották, hogy becsapták, hogy bemocskolták őt. Mindenféle jelzőt tudunk hozzátenni, amiről most beszélünk, az, amikor úgy érzem, hogy egy kicsit prostituáltam magam. Ugyanezt élem meg, vagy nyilván ez a szó most nagyon sok hölgy nőtársamnak válja a fülét. De gondoljunk csak arra, kedves hölgyeim, volt az életünkben olyan életszakasz, amikor csak a békesség kedvéért, csak a házastársi kötelesség teljesítéséért, csak valamilyen egyéb dolog eléréséért tettünk valaminek eleget. Nem feltétlenül vágytunk erre a kapcsolatra. Nem feltétlenül aznap kívántuk ezt a helyzetet megteremteni. De nagyon sokszor azt gondoljuk, mi nők, hogy ezt nekünk meg kell tennünk, hogy egy párkapcsolatban nekünk eleget kell tenni akár a szexuális együttlét mindennapos vagy rendszeres megélésének. Van olyan hölgyeim, hogy nem ez a mindenféle óhajunk non plus ultrája. Lehet, hogy csak egy összebújásra, egy csendes egymás mellett szuszogásra vágyunk, és nem akrobata mutatványra. Amikor mégiscsak ráadom a fejem, mert hát nehogy azt gondolja, hogy van valakim, vagy itt megint a másik dolog, nehogy legyen valaki, akkor inkább megteszem én. Ezek azok a történetek, amikben mi nem vagyunk ott érzelmileg, Na ez és a úgy lényeg. érezzük magunkat, hogy Igen. most csak eleget tettünk, most csak szolgáltatást végeztünk. Nagyon-nagyon köszönöm, Réka, ezt a hát női lélekből szóló magyarázatot. Ezt én is soha nem tudtam volna elmondani. Ezzel... Talán megértjük, ha nem érzed ebbe Igen, bele magad de nagyon. nagyon jól rávilágítottál arra, hogy mi áll a dolgok hátterében. Tehát nagyon összetett, és hát a női lélek az egy nagyon finom hangszer, nagyon finoman kell rajta játszani. Így van, és tudnunk kell ezeket a helyzeteket felismerni és nevén nevezni, hölgyeim. Az a baj, és ez egy általános probléma, társadalmi probléma, hogy nem vagyunk ahhoz hozzászokva, hogy a szexualitásunkról, a nőiességünkről beszéljünk. Ez még mindig tabu téma. Még mindig tabu téma, még mindig félünk erről beszélni, még mindig elpirulunk, hogyha ilyen téma van. És az a gond, hogy mivel nem beszélünk róla, nagyon hosszú ideig benne maradunk egy konfliktusban. Itt van a kulcs mondat. Merjük kimondani, merjünk róla beszélni, merjünk jobbító szándékkal ezekről az eseményekről beszélni. És igenis, tiszteljük meg magunkat és a partnerünket azzal, hogy nem csak úgy állunk a testiséghez, a nemiséghez, mint ahogy a közérben lemegyünk egy kiló kenyérért. Fontos lenne, hogy ennek a helynek, ennek a férfi és nő között lezajló folyamatnak és helynek meg legyenek a maga keretei. Hogy ne tudjon rám nyitni például az anyós. Mert az egy
ocsmány, félig genitális dolog. Még Igen. nem történt semmi, de rajta kapva érzem magam. Igen. Innentől kezdve a férjem is, az anyósom is Sin. sínként szerepel, és nem tudom megmagyarázni önmagamnak sem, Hogy hogy miért? mi az, ami miatt én kényelmetlenül érzem magam. Következő hetekben, hónapokban ugyanezzel a szorongással élek együtt, hiszen anyós bármikor rám nyithat, bármikor kerülhetek ilyen helyzetbe, és ez az egész történet, ha nincs kibeszélve, ha nincs megoldva, Igen. megmérgez egy házas életet. Megmérgezi az önmagamhoz való viszonyumat, megmérgezi a partneremmel való viszonyumat. Hány ilyen történetről tudunk, drága hölgyeim? És amit még nagyon fontos, és ez az utolsó gondolat, amit szeretnék hozzáfűzni, az pedig az, hogyha ezt megéltük is, mert szerintem minden hölgynek van legalább egy erre hasonló emléke az eddigi életéből, akkor ebből ne csináljunk szokást. És töröljük, és a lényeg, hogy jelenjünk meg a pillanatban. Tehát amikor a tanfolyamokon is elmondom, hogy a hálószoba az egy szentély, onnan dobuljunk ki televíziót és mindent, ami oda nem való, és adjuk át magunkat annak a történetnek, ami ott és akkor történik meg, és soha többet még egyszer ugyanúgy nem történik meg. Mert ha ez nem így történik, akkor a túlzásba vitt szöveti szaporulat el fogja zárni még a petevezetéket is, és akkor azon a szűk petevezetéken az zondósejtek még mindig átforakodnak, de már egy megtermékenyített petesejt nem tud bejutni a mélyüregbe, és ebből lesz a méhen kívüli terhesség. És azt se felejtsük el, hogyha a szorongással és rossz emlékekkel megyek a hálószobába, fel nem oldott dolgokkal, akkor egyéb szinten sem tud a hölgy dolgozni vagy működni, és hát a biológiánkban minden, ami bejut, az benyálazódik, meg ami kijut, az is. Tehát mindenki érti, hogy arról van szó, hogy hüvelyszárazság fellépése mögött is, kérem szépen, az a félelem, az a fel nem oldott konfliktus áll, ami akár egy megjegyzés is lehetett, vagy egy elkapkodott szexuális kapcsolat, és ez fogja a Bartolin Mirigynek a programját beindítani. Azt szeretném még ezzel tudni, vagy erről beszéljünk még egy kicsit, Karesz, hogy mi történik akkor, hogyha valaki megélte ezt az ocsmány konfliktust? Milyen tüneteket mutathat? Mert talán Hát ez igen, érdekel konfliktus aktív, mindenkit. az van, hogy a vastag nyálkahártya, ami létrejön, az természetesen azért jön létre, hogy több szekrétum termelődjön, ugye, mert ahogy Hammer doktor leírja, gyakorlatilag az endometrium, vagyis a mély üreget bélelő nyálkahártya valójában egy módosult bélnyálkahártya, és ennek az a lényege, hogy a tuberkulotikusan lebomló nyálkahártya gyakorlatilag kitakarítsa a méh üregét. De van még egy nagyon lényeges dolog, amire szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek. Ha a férfi embernek az ondóválladéka nem elegendő mennyiségileg, akkor a hölgy fog rásegíteni arra, hogy a saját szekrétumával, a saját nedvével, belsőleg termelt nedvével eljuttassa a zondósejteket a célba. És ez is a szekréciós sejteknek a felszaporodását fogja okozni, és ez is, ennek is a lebontása, hát a gombáknak a segítségével fog megtörténni. Tehát aki nem talál az életébe olyan, olyan konfliktust, amiről Réka az imént beszélt, lehet, hogy csupán ennyi áll a dolgoknak a hátterében, hogy a férfinak az ondóválladéka kevesebb, mint kéne legyen. Én azt hiszem, hogy ezzel mindent elmondtunk, ami ez a nyálkahártyával kapcsolatos, de itt van még a petefészeknek a programja. Ugye a petefészek kétfajta
sejtrétegből áll, az egyik endodermális, a másik mezodermális, vagyis a sárga, azaz belső csiralemezből származó sejtek, mind a petefészekben, mind pedig a herében adják azokat a sejteket, amelyekből lesznek majd a megtermékenyítő, illetve megtermékenyített sejtek. És ez csirasejtek, tehát teratoma daganat fog létrejönni, őssejt daganat fog létrejönni, hogy magyarul fejezzem ki magam, a konfliktus aktív szakaszban, amikor is egy veszteség konfliktust élt meg valaki, súlyos veszteségről van szó, olyan, hogy elvesztettem egy barátot, egy gyermeket, de egy szeretett állatnak az elvesztése is, mondjam úgy, hogy egy sima, egyszerű veszteség konfliktust fog elindítani. És ekkor ez a csirasejt vonal szaporodása embrionálisan indul be, és nagyon gyorsan növekvő daganatot fog okozni, konfliktus aktív szakaszban, aminek a lebontása hát mikobaktériumok által megtörténhet, de én azért mindenkinek a műtétet javasolnám, főleg a hölgyeknek, mert ennek a baktériumok által való lebontása bizony egy hasártyagyulladást okoz, és ez pedig végzetes. Tehát itt tisztázni kell a konfliktust, és hogyha ha erről van szó, akkor ezt sebészileg kell megoldani. Hadd kérdezzem meg, említetted az előbb, hogy a petefészek teratomát, Igen. azt egy veszteségkonfliktus okozza. Ez a veszteségkonfliktus lehet az is, hogy elvesztettem a pénztárcámat? Nem. Élő szeretet élő lényre vonatkozik. Veszteség, konfliktus csak szeretett élőlény, gyermek, barát, szülő, vagy egy nagyon szeretett állatnak az elvesztése. De ez egy olyan veszteség, amiben én nem érzem magamat hibásnak. Egyszerűen megtörtént. És tétlenül állok a dolog előtt. Muszáj, bocsánat, még egy kicsit akadékoskodnék. Muszáj ennek a veszteségnek konkrétnak lennie, tehát mondjuk lehet, hogy én azt éltem meg, hogy elvesztettem az apukámat, ő nem Igen. halt meg, ő él, létezik, csak számomra Hát, nincs. igen, az emberi lélek képes ilyen stílusú vesztességet is megélni. Például volt egy konzultáción egy úriember nálunk, ugye most nőkről van szó, de most férfi példát fogok Igen, mondani, nagyon figyelünk. akinek Amerikában a fia lebukott kábítószer ügyleten 30 évre lezárták, és ha az apa hazaköltözött Magyarországra, és mit mondott? Elvesztettem a fiamat. Ő ezt a veszteségkonfliktust, mivel már időskorban volt, nem a heréjével, hanem a prosztatájával reagálta le, épp úgy, mint nagymama, aki szintén nem a petefészkével, hanem a mély nyálkahártya túlszaporodásával reagálja le az unokának az elvesztését esetleg. A következő szint, amiről szólnunk kell, ugye itt mutatom, a nagyagyfehér állományában, ugye itt is megvan az a két idegi központ, ami hát a petefészkeknek a hormontermelő részét fogja irányítani. És most jön az a történet, amikor még mindig veszteségkonfliktus a konfliktus, ugye? Csak hogy ebben a veszteségben én hibásnak érzem magam. Ahogy a Hammer doktor fogalmaz, azt mondja, hogy a veszteségkonfliktus, ugye szülőbarát, feleség, gyerek, stb., vagy elhagyásuk miatt. Tehát, ha én elhagytam őt, akkor én ettől, hát, hogy is mondjam, nem érzem magamat jól. És ugye a gyakorlat az bebizonyította, hogy az a hölgy, aki az első gyerekének az elvesztését nem tudta feloldani meg, hibásnak érezte magát, mert a gyerek meghalt közlekedési balesetben, utána képtelen volt a második gyermeknek a fogantatására. És a biológia így működik, amíg én nem oldom föl ezt a veszteségkonfliktust, addig nem tudok részt venni a faj fenntartásba, de ha ezt megoldom, akkor viszont a biológiám is meg fog engem
ajándékozni. hanem szó esik itt még a spontán vetélésekről is. Mert azt hiszem, hogy itt van a leginkább a petefészek nekrózisnak, vagy ha jól tudom, petefészek sorvadásnak a... Sorvadás lép fel a konfliktus aktív szakaszban. Itt van a legfontosabb dolog, amiről muszáj beszélnünk, az, hogy hogyan dolgozza fel egy hölgy azt, hogyha egy veszteség ér, egy spontán vetélés. Mert itt azért tudja önmagát marcangolni, hogy ezért én hibás vagyok. Itt benne van az az élmény, hogy én hagytam el, én hagytam, hogy ez történjen, nem vigyáztam magamra, leültem a hideg kőre, fekete macska előtt átmentem, nem vigyáztam magamra, azért van, mert eddig nem akartam, mert nem vagyok elég jó, mert nem tudok, ennyit sem tudok megtenni, ez mindenkinek megy, és nekem nem, és ebben már benne van az önostorozás minden árnyalata. Veszteségkonfliktusként élem meg a beültetések sikertelenségét sikertelenségét, is. igen. Mert minden egyes alkalommal úgy mennek a hölgyek, hogy na most, akkor ez lesz, és nemrég Nem lesz belőle semmi. hallottam olyat, hogy nagyon biztató volt az orvos, hogy na hát ez megmarad, és nagyon szépek, és nagyon nagyok, Minden. és nagy lelkesedés, és aztán mégsem. Gyakorlatilag beleélte magát a hölgy abba az örömbe, hogy végre édesanyja lesz, és úgy érzi, hogy elvesztette. De ezt a veszteségérzést megélhetik a hölgyek, ezt a mély állapotot akkor is, amikor mindenféle próbálkozás ellenére a történet nem fog összejönni, és azt látja, hogy ez már teljesen kicsúszott a kontroll az irányításom alatt, elvesztettem a lehetőségét is, hogy saját gyerekem legyen. Nekem már nem lesz, soha nem volt, de ennek a lehetősége, ennek a valószínűségének az elvesztése is ugyanide hat. Valószínű, igen. De hát erre egy nagyon jó megoldás az, hogy leasingelünk egy gyereket, és gyakorlatilag innentől úgy érzékeljük, hogy ez az egész történet megoldódott, és milyen érdekes, hogy utána már saját gyerek is összejön. Körzetemben volt olyan történet, hogy jártak az intézetbe, beültetés, egyebek, és nem jött össze, letettek róla, többet nem mentek, egy gyereket örökbe fogadtak, és utána saját gyerekük is lett. Ugye a biológiának ez a csodája, hogyha megoldjuk a veszteség konfliktust, akkor viszont megajándékoz, és itt jön egy csomó félreértés a megoldási szakaszban. Mert ugye a megoldási szakaszban a petefészkeknek a működése az, hát hogy is mondjam, sokkal intenzívebb lesz, és ösztrogén termelő ciszták fognak létrejönni. És ezek a ciszták, ugye, az ösztrogén túltermelés miatt azt a diagnózist fogják kelteni, hogy endometriózisa van az illetőnek. Az endometriózis annyit jelentene, mintha a mély nyálkahártya fogta volna magát, és valahol a hasüregbe kifejlődött volna. Ez ezt jelenteni. De nem erről van szó, hanem azokról a cisztákról, amelyek a petefészken létrejöttek, ezek átalakulnak ösztrogén termelő cisztákba, és ez lesz az a gond, hogyha itt a magányosság létezés konfliktusát esetleg megél a hölgy, hogy jaj, mi lesz velem most, mert hogy fogom én ezt megoldani jövőre kivetített félelem miatt, akkor viszont szétpukkan ez a ciszta, és a újabb ciszták létrehozását fogja okozni a hasüregben. Ez valójában 9 hónapig tartó folyamat után ezek a ciszták maguktól eltűnnek. Ez nem petefészek ráknak a metasztázisa, a szóródása, hanem ez egy teljesen normális biológiai válasz arra, hogy megoldottam egy súlyos veszteségkonfliktust. Ugye a konfliktus aktív szakaszban ezt nem mondtam, hogy megvonásos vérzések lesznek, és mindig üres lesz a beérett tűző, nem lesz mi megtermékenyüljön.
rövid ideig tartó menzeszek fogják jellemezni ezt a ciklust. De ha megoldottuk, akkor ez a nő nőiesebb lesz, mint volt. Pontosan ez az értelme ennek az egésznek, hogy most már akkor a fiatalosabb legyen, és hatékonyabb legyen a peteérés, és ezáltal könnyebben essen teherbe a hölgy. Tehát minden biológiai programnak értelme van, a félreértéseket kéne helyre tenni, és akkor nem kezelnénk endometriózissal hölgyeket, illetve a policisztás ovárium, a PCO szindrómának nevezett korkép, az csupán annyit jelent, hogy a veszteség konfliktust kell megoldani, és onnantól a ciszták eltűnnek. Ultrahanggal igazolt eredményeink vannak. Megvolt a szőlőfürdszerű policisztás ovárium, a konfliktus megoldása után az ovárium teljesen letisztult. Tehát amit Hammer doktor leírt, az számunkra nem kérdés, hanem már bizonyíték. A fajfenntartást ugye a legmagasabb szinten, kérgi szinten is irányítják központok, mégpedig itt látjuk baloldalt a szexuális konfliktussal megnevezett birtokzóna, a nőies birtokzóna közepén létező központot. Itt a meg nem termékenyítettség konfliktusa is okoz programot, de a szexuális tartalmú konfliktusok is ebbe a kérgi központba fognak becsapódni, és ez viszont meghatározza, hogy az illetőnek lesz, vagy nem lesz egyáltalán menzesze. Mert ha ez a központ itt lezár, akkor gyakorlatilag a menstruáció megáll. A birtokzónás konfliktusok szaporodása, tehát halmozása meg fogja határozni azt is, hogy milyen lesz az illetőnek a viselkedése, ezeket nevezik konstellált állapotoknak, és meg fogja határozni azt is, hogy a periodicitása a menstruációs ciklusnak szabályos lesz, vagy nem. Nos, itt jön az, hogy mi az, hogy szexuális tartalmú konfliktus, amit mondjuk egy 8-10 éves kislány megélhet. Például gondolhatunk olyan tartalmakra, amelyek felkészületlenül érik ezt a gyermeket, és szexuális töltete van. Gondolok itt azokra a nagyon durva felvilágosítási módszerekre, amiket sajnos bevezetnek nagyon sok országban. Nemrég került az interneten egy ilyen a szemem elé, ami eléggé érdekes módon vázolta a nemi életet. Láttam, azt hiszem, egy norvég, itt most nagyon vagy nem svéd. Vagyok biztos, vagy norvég, vagy svéd a felvilágosításról szóló, szexuális felvilágosításról szóló anyagot diákoknak, és megmondom őszintén, én is elpirultam felnőtt nőként, asszonyként annak a ténynek a közlésén, vulgaritásán és minőségén, ahogy ez fel lett tálalva, kínálva, mellőzve a szexuális élethez normálisan belejáró érzelmek megmutatását. Itt csak a szexuális aktuson volt a lényeg, itt a mechanikai feltételekre figyeltek nagyon oda, és nagyon hiányoltam az érzelmeket, az intimitást, a bensőséget, azt a szimbolisztikát, ami egy emberpár egymás szeretésének a kifejezését mutatja meg. Ezt teljesen hiányoltam ezekből a videókból. Kérded azt, hogy mit lehet egy 8 éves kislány, mit láthat? Hát annyiféle ilyen dolog van. Hát, ha kimegyünk az utcán, legalább 3 pucérnőt láttunk, vagy valamilyen szexuális töltettel rendelkező reklámot a tévéről nem beszélek. Gondolok itt az apuka vécén felejtett pornóiságján, vagy egyszerűen csak a kíváncsiság, mert megnyílik a szexuális kíváncsiságunk. Ilyenkor szeretnénk ismerni a testünket, szeretnénk tudni, hogy hogyan születünk mi a Földre, és nagyon sokszor bagatell
hihetetlen, vagy kicsit nevetséges válaszokat kapunk a szülőktől, hogy ez hogyan jön. Ezt már 8-9 éves kislányok is felmérik, hogy ez nem úgy van, hogy ebben azért van némi zsiványság, és ilyenkor kezdenek az interneten mindenféle szájtokat nézegetni. Nyilván ez egy felkészületlenül éri egy 8 éves kislányt, és én azt gondolom, hogy itt nem csak a 8 éveseket, hanem még a nagyobbakat is megzavarja. Ez egy szexuális konfliktus lehet, de az is, ha a szüleit kapja egy ilyen pozícióban Rájuk nyitja az váratlanul, ajtót, igen. és ezt az egészet így éli meg. Na most ebben a pillanatban attól függ, hogy jobbkezes vagy balkezes kislányról van szó, a biológia válasza más lesz. Mert ha ez egy 10 éves és jobbkezes kislány, akkor a női oldalra, bal oldalra fog becsapódni ez a konfliktus, ami azt jelenti, hogy ez a birtokzónája lezár, és innen a viselkedés ennek a gyereknek, hát mondjam azt, hogy megváltozik, fiús lesz a viselkedése, és nem tartja rendben a szobáját. Addig ugye a hölgyeknek a birtoka minden, ami a kerítésen belül van, egy kislánynak a babaháza, a babaszoba. Ha balkezes a kislány, akkor nem a női, hanem a férfi oldalra csapódik be. Ez az oldal záródik le, és ez azt jelenti, hogy a viselkedése viszont nagyon nőies lesz, depresszív lesz, és meg is jön, ha 10 éves a kislány, 10 éves korában megjön a menstruációja. Tehát az, hogy a becsapódás ahova megtörténik, az az adott oldal lezár, és a másik oldal fog megnyilvánulni. A férfias oldal az férfias viselkedést jelent, tehát ezt Hammer doktor mániás viselkedésnek nevezi, a nőies oldalnak a túlsúlya pedig egy depresszív, magába forduló viselkedést jelent. Kedves Kareszt, mondjuk el még egyszer, foglaljuk össze. Akkor tehát, amint láttuk, a petefészek működését a kérgi központ befolyásolja, felülírja. Tehát ez egy magasabb központ, mint a fehér állományban levő petefészek központ. A jobbkezes nő első szexuális konfliktusára mi történik? Lezár. A saját oldala nőként éli meg a kislány is az első szexuális konfliktusát, lezár a központ, és akkor, ha lezár a központ, hogy fog viselkedni? Fiúként fog viselkedni, tehát elkezd focizni, barkácsolni, nem babázik, rendetlenül hagyja a környezetét, és széles lesz a válla. Ha balkezes kislányról van szó, akkor nála a lóugrás miatt, vagyis mivel a másik oldalra a férfias birtokzónába csapódik be a konfliktus, lezár a férfias birtokzóna, nyitva marad a nőies, vagyis még intenzívebben lesz nőies a viselkedése, vagyis depresszív, és ez meghozza idő előtt a menstruációját. Ha mindkét oldal reléje érintett, tehát már megtörtént mind a két oldalra, megtörtént egy-egy becsapódás, akkor természetesen a sínek döntik el, hogy mikor lesz haviciklus, vagy mikor nem lesz haviciklus. Ez magyarázza a hölgyeknél a rendszertelen havi vérzésnek az okát. Itt egy képet összefoglalva még egyszer, tehát a jobbkezes hölgynél azt látjuk, hogy az első becsapódás a női oldalra történt meg. Mi történik? Amelyik oldal lezár, ahova becsapódik, az az oldal lezár, a másik oldal szabadon marad, és ez azt jelenti, hogy fiús lesz a viselkedése. Amikor megtörténik a második konfliktus becsapódása is alatta látható, akkor innentől mindig a sínek fogják eldönteni, hogy mikor lesz mániás, vagy mikor lesz depresszív a jobbkezes hölgynek a viselkedése. Még csak kettő konfliktusnál tartunk. Tehát az, amelyik erősebb, vagy illetve még sínre kerül, gyakorlatilag az az oldal lezár, és a másik oldali viselkedés fog megnyilvánulni. Ez így akkor érthető. A balkezes kislányoknál a helyzet fordított. A balkezes kislány és kislányként éli meg az első
szexuális konfliktusát, de nem a női oldal, hanem a férfias oldal fog lezárni, ezért marad nyitva a női oldal, és ezért fog megjönni hamarabb a menzesze. Ez csak a balkezesekre jellemző? Ez csak a balkezesekre. Tehát ha egy kislánynak 9 éves korában megjön a menstruációja, az biztos, hogy ez azért történt, mert balkezes, és volt egy ilyen természetű konfliktusa, amint arra te már a bevezetőben, illetve az előbb részletesen kitértél. Egy naív kérdés, tehát ez a balkezes kislányokról beszéltünk eddig, női programokról, de a balkezes férfinak is az ellentétes oldalra csapódik be az első. Természetesen balkezes fiúnak, balkezes lánynak a konfliktusai a lóugrás miatt mindig a másik oldalra csapódnak be, mert Hammer doktor ugye szeretett sakkozni, és ezért nevezi lóugrásnak ezt a törvényt, vagy ezt a történetet. Amikor a második konfliktus is megtörténik, a helyzet ugyanaz, mint a jobb oldali képen, de és itt is az fogja eldönteni, hogy milyen a viselkedése, a hangulata, hogy mikor mely konfliktusa kerül sínre. Egy biztos, a második konfliktus becsapódása után az érzelmi fejlődés leáll, és nem növekszik tovább a konfliktus tömeg. Most egy nagyon lényeges kérdés a hölgyeknél, és ez csak nekik adatott meg a természet részéről, hogyha 25 év előtt gyermeket vállalnak, az 3 évet a konfliktus tömegből vissza fog venni. Tehát azt jelenti, hogy a 3 év érzelmi érettséget megkapja. És hiába állt le mondjuk az érzelmi fejlődése valakinek 14 éves korában, a 25 év előtt megtörtént egy szülés már 3 évet visszaad. Hát hogyha kettőt szül, akkor természetesen, hogy teljes értékű, hát anyává fog válni érzelmileg is, nem csak biológiai szinten. Azt se felejtsük el, hogy 10 évente a konfliktus tömeg feleződik. Ez megint egy nagyon jó dolog, mert ez azt jelenti, hogy mire eléri a hölgy a klimaxos kort, addigra az ő fiatalkorában megélt konfliktus tömege a 9 hónap alá csúszik be, és ennek köszönheti majd a mini tüdőembóliáit, pontosan azért, mert még van valamennyi a konfliktus tömegből. Tehát egy egyszerű számítás. Ha teszem azt, valakinek 8 éves korában volt az első szexuális konfliktusa. Oké? Okay? Másodikat 14 éves korában élte meg, történetekre most nem térek ki, a lényeg az, hogy itt van 6 év konfliktus tömeg. 14 éves korban a második konfliktus becsapódásával tovább ez már nem növekszik. Ha 24 éves kort eléri, nem szült mondjuk gyereket 25 éves kor előtt, de eléri a 24 éves kort, akkor már a 6 év nála 3 év. 34 éves korára 18 hónap, 44 éves korára 9 hónap, 54 éves korára 4,5 hónap. Tehát 44 éves kor előtt, ha kiveszik a petefészkeit, és nem kap hormonális utókezelést, akkor viszont jön a tüdőembólia, és abba belehal. Ha kap hormonális kezelést, nem hal bele. Ha viszont eléri az 54 éves kort, és rendesen megtörténik a hormonális változás, még mindig van 4,5 hónapnyi konfliktus tömege, ami felelős azért, hogy jönnek a hőhullámok, hogy jönnek a kellemetlen tünetek, de a szívdobogások, de drága hölgyeim, tudnánk örülni ennek? Mert hogyha nem harcolnék a tüneteim ellen, hanem örülnék annak, hogy ez megtörtént, és ennek köszönhetem, hogy élek, hát garantálom, ezek a tünetek el is tűnnének, mint ahogy azt már több hölgy visszajelezte tanfolyam után, hogy érdekes módon tanfolyam után eltűntek a klimaxos tünetei. Miért? Mert végre másképpen állt hozzá az egészhez. A lényeg az lenne tehát, hogy megértsük, hogy itt nagyon komolyan kell venni a biológiai törvényeket, mert nincs kivétel. Mindenkire ugyanúgy vonatkozik. A
a dolgoknak a folytatása, ugye a harmadik konfliktus, mert az élet azért nem olyan egyszerű. Jön a Igen. harmadik konfliktus, és innentől változik meg végérvényesen a jobbkezes és balkezes hölgynek a működése, a biológiai működése. Miről van szó? A jobbkezes hölgy mondjuk a mániás szakaszban kapta a következő konfliktusát, éppen mániás volt, akkor az azt jelenti, hogy megint csak oda rakódik, a konfliktus oda csapódik be, ahol súlyosabb, és ezért még mániásabb lesz, ahogy ezt ezen a két képen láthatjuk. A balkezesnél viszont ugyanarról a képről indulunk, ő most éppen mániás, de a következő konfliktus ugye a lóugrás miatt a túloldalra csapódik be, és ebből az következik, hogy megváltozik a hangulata, a viselkedése, és depresszív lesz. Aztán a negyedik konfliktusnál megint billeg, az ötödiknél megint billeg, ezeket fogják mániás depressziós diagnózissal megnevezni. És hogy minden még szebb legyen, a hormonális változással, ugye klimax után megfordul a konfliktusok megoldási sorrendje. Tehát előre jönnek a gyerekkorban megélt hát konfliktusok, de ezt már férfias lelkülettel fogja a nő megélni, természetesen, hogy nem fog már akkora gondot jelenteni számára. Ezért van az, hogy a nagymamáink azok a gyerekkoruk történeteit mesélik újra és újra. Vajon Hát. ide köthető, hogy ezt próbálják a konfliktusaikat megbeszélni, átbeszélni, megoldani, mert ez az aktuális téma? Igen, ez az aktuális téma, és ne feledjük, hogy a régi időket, a régi konfliktusokat az idő megszépíti. Át és át színezzük. És pontosan azért mondja el másképpen a nagymama a dolgokat, mint ahogy azok valójában történtek, mert ez hoz számára megnyugvást és megoldást. Tehát nem kell kijavítani. Illetve az előbb is mondtad, hogy a nőies viselkedés a hormonális változás után inkább férfiassá válik, Igen. és lehet, hogy a férfias szemlélet is megváltoztatja azt, hogy miként állok egy történethez. Pontosan, pontosan erről van szó, és megint csak szóval csodálatos ez a biológia, ha értjük, hogy hogyan működik, és tudjuk, hogy hogyan nyúljunk hozzá, illetve mihez ne nyúljunk hozzá. És ezért nem szabad, kérem, ilyen családállításokon, gyerekkori konfliktusokba belemenni, és azt megpiszkálni, megbolygatni. Nem lehet, a biológia nem engedi a megoldást, csak a becsapódási sorrendekben. Tehát az utolsó konfliktust lehet mindig feloldani. Nem szabad valakinek a gyerekkori konfliktusait matatni akkor, amikor még nem jutott túl a hormonális változáson. Persze a férfiaknál a hormonális változás későbben következik be, ezek a dolgok rájuk is ugyanúgy vonatkoznak, csak hát itt most ugye női dolgokról van szó. És befejezésül, ahogy azt ígértem, még annyi időt szakítunk rá, bár eléggé elment az idő, ugye a meddőségnek az okait. Hát a csak összefoglalás mindarról, amiről eddig szó volt, hiszen mi az, ami megakadályozza, hogy létrejöjjön a megtermékenyítés? Természetesen a petefészek elzáródása, nem? Igen. Ehhez egy ocsmány konfliktus fel nem oldása vezet, vagy újból és újból való megélése, és nem csak a mély nyálkahártyára, hanem a petefészekben levő nyálkahártyára is hat ez a történet. Aztán itt van a veszteség konfliktus, úgy írtam, hogy bűnbak szerepben, vagyis még mindig érzelmileg nem oldottam fel azt, hogy én tehetek azért, vagy arról, hogy meghalt a gyermekem, vagy nem vállaltuk be az első gyereket, vagy. Tehát minden olyan történet, ami nincs feloldva. Le Lelkiismeretfurdalás, ez. önvád, macangolás, túlzott felelősségvállalás, túlzottan való ragaszkodás egy gondolathoz, ami a saját felelősségünket, a saját aktív részvételünket Igen. vagy hibásságunkat mutatja meg. És ugye ez önleértékelés, önpusztítás, petefészek sorvadáshoz vezet, és ha sorvad a petefészek, akkor üresek lesznek azok a bizonyos tűzők, amikor jön a havi ciklus.
Egyéb hormonok is hatnak azért a dolgokra, és erről még nem volt szó, mellékvesekéreg túlműködés. A mellékvesekéreg túlműködésnek az a következménye, azon kívül, hogy Cushing-szindrómának nevezzük, hogy az androgén szint is emelkedik. A mellékvesekéregben bent vannak a glukokortikoidok, amit mi kortizonként ismerünk egyszerűen, benne vannak a mineralokortikoidok, az androgének és az aldoszteron. Most ezekből az androgéneknek van férfias jelleget adó hatása. Mi hat a mellékvesekéregre? Tehát mit kell ahhoz megélnem, hogy a mellékvesekérgem túlműködjön? Hát igen, folytatni fogjuk ezt a dolgot a hormonális rendszernek az ismertetésével, külön a mellékvesekéregről fogok egy webkonferenciát tartani, az Addison-kór és Cushing szindróma. A konfliktus egy és ugyanaz, rossz úton járok. Tehát amikor azt látom, hogy ez az út nem az az út, amit én akartam, nem azt az életet élem, amit szerettem volna. Mit tudom én, nem az van mellettem, akire szívem szerint vágyakoztam. Nem azt, tehát amikor rossz úton járok, a biológia benyomja a féket, hogy tud engem lefékezni? Elveszi pontosan a szteroidot, konfliktus aktív fázisba, pontosan azért, hogy állj le, és amikor megoldottam, na akkor jön a Cushing-szindróma mindenféle egyéb tünetével, többek között a hölgyek kiszőrösödésével. A prolaktin szintről szó volt az elején, ugye a follikulus stimuláló hormon és a luteinizáló hormon szintjére is negatívan hat, ha emelkedett az FSH, vagyis vagy ha, bocsánat, ha emelkedett a prolaktin szint. Tehát ha emelkedett a prolaktin szint, annak az lesz a következménye, hogy csökken a tüsző érlelő hormon és a luteinizáló hormon, ez vezet el a korai klimaxhoz. Mi befolyásolja a prolaktin szintet? Mi az a konfliktus, ami Hát befolyásolja? amint elmondtam, az, hogy mindenkit én akarok táplálni. Ez az ösztönös táplálás, amit hát ugye a hölgyek otthonról sajátítanak el, mert valaki bemegy a házba, és mindenkit meg kell kínálni, mindenkit ő akar etetni. Aztán itt van a konstelláció, amiről az imént volt szó, tehát amikor a női szexuális központok is lezárnak, és természetesen, ha zárva van a női szexuális központ, mert éppenséggel egy olyan konfliktus van sinen, ami azt érintette, akkor nem lesz egyáltalán tüsszőérés és menstruáció sem. És Én most nézem, bocsáss meg, hogy ez a egy pillanatra félbeszakítanak. Most nézem ezt a képet, és valami kezdett összeállni a fejemben. Ocsmány konfliktus, ami a nemi szervhez tartozik, az rengeteg féle módon meg lehet élni. igen. Ez viszont szinte mindenkinél van valamilyen ilyen jellegű konfliktus. Hát és annak a tünete mondjuk a kellemetlen fehér folyás. Igen ám, de hogyha ez a tünet megvan, akkor nyilván ez egy párkapcsolati vitát eredményez, Igen. hogy valamit összeszedtél, biztos Igen. valakinél jártál, hallunk ilyen Igen. megjegyzést, ami nagyon sokszor a kapcsolat végéhez vezet. Ez viszont egy veszteségkonfliktus, amit utólag bűnbakként élhetünk meg, hogy addig piszkáltam és maceráltam a párom, míg elhagyott. Igen. Most pedig itt vagyok egyedül, és rossz Igen. úton járok, ugye itt van már a Igen. mellékvesekéreg túlműködés, és ha lesz egy partnerem, na arról majd mindenképpen gondoskodni fogok, hogy el ne hagyjon. És Itt van a tökéletes. prolaktin szint emelkedés, és az egészet el tudjuk indítani akár egy Egy élettörténeten élet, belül. ez igen, erről az egész képről egy regényt lehetne írni, hogy hogyan kell, hölgyeim, úgy élni, hogy végül is a gyerek ne jöjjön össze. És hát a legvégére hagytam egy olyan témát, ami nem germán gyógytudomány, de attól még létező ok, és ezek a szakrális okok, és ezeket is meg kell vizsgálni, és meg kell oldani. Hát ennyi lett volna a történet, és elnézést, ha hosszúra nyúlt egy kicsit, de nyilvánvaló még mindig nem a teljesség igényével mondtam el mindent, de remélem, hogy a szabályozásról és a tünetekről
sikerült egy olyan összefoglalót átadnom, ami hát nyilvánvalóbbá, érthetőbbé teszi, hölgyeim, azokat a tüneteket, amelyeket eddig megtapasztaltak, illetve tudni fogják, hogy mit tegyenek azért, hogy még egyszer ne forduljon elő. Nagyon szépen köszönöm magam és minden nőtársam nevében ezt a fantasztikus előadást. Nagyon szívesen.